Sorba álltak az emberek, hogy aláírják egyrészt a DK miniszterelnök jelöltjének, másrészt a helyi képviselő jelöltjének az ajánlóíveit az ellenzéki előválasztásra. A több mint 120 fős tömeg előtt a DK képviselőjelöltje azzal kezdte, évtizedek óta tanít a szebb jövő reményében, és kegyetlen dolog szembesülni a valósággal, hogy a tanítványai itt hagyják a hazájukat, nem azt gazdagítják a tudásukkal és a gyermekeikkel. Katasztrofális a helyzet. Én nem tudom, hogy ki mennyire lát bele Dél-Somogy életébe. Van olyan falu, ahol a házak fele lakatlan. A fele. És a lakott fele az is nagyrészt nyugdíjas. Olyanok élnek ott, akik végig dolgozták az életüket, és most alamizsnaként adnak nekik nyugdíjat, folytatta. Viszont a nagyszülők, akik gyakran ilyen az élet, már csak egyedül vannak, Skype-on beszélgetnek a gyermekükkel, az unokájukkal, és egyszer majd hazajönnek eltemetni őt, az unokáik, meg a gyerekeik. Elnézést. Nem ilyen jövőt képzel el a magyar vidéknek, folytatta. Legyünk mi Magyarország zöld szíve, utalta a burjánlandi példára. Azt szeretném, azt akarom, az lesz, hogy jövő április után olyan kormánya lesz ennek az országnak. Olyan emberek fogják irányítani ezt az országot, akik pontosan tudják, hogy hogy élnek a magyarok. És pontosan tudják, hogy az a feladatuk, hogy a magyarok életét jobbá tegyék. Föltette a kérdést, hányan vannak, akiknek a gyerekei, unokái itt élnek Nagyatádon, és azok, akiknek külföldön? Ez a feladatom. Ezért vállaltam a miniszterelnök jelöltséget. Ezért szeretném ezt az országot rendbe tenni. Bárhová megy, mindenhol nagyon sok ember fordul hozzá azzal, hogy a fia vagy a lánya hazajönne, folytatta. De nem tudnak most hazajönni Magyarországra. Nem tudnak hazajönni, mert a magyar bérek nem érik el azt a szintet, amivel tisztességgel lehetne élni. Nem tudnak hazajönni, mert a magyar iskolák nem adnak olyan oktatást a gyerekeiknek, amit nyugaton meg tudnak kapni. Nem tudnak hazajönni, mert a magyar egészségügy nem tudja megadni nekik ugyanazt. Mi másért kell egy országot irányítani? Mi másért kellene kormányozni, mint azért, hogy éppen ezt rendbe tegyük? Lehet ájtataskodni, lehet papolni a közszolgálati tévében a család fontosságáról és a szentségéről. És mi lenne, ha végre egy olyan kormánya lenne ennek az országnak, aki teszik azért, hogy a magyar családok boldogabbak legyenek? Mi Gáborral egy ilyen kormányt fogunk megalakítani jövő április után. A feladat egyszerű, el kell kezdeni kormányozni, jelentette ki. A kormányzás nem azt jelenti, hogy az ember óriás plakátokon próbál gyűlöletkampányt szervezni. A kormányzás nem azt jelenti, hogy különböző hatalomtechnikai trükkökkel megpróbálja kiszervezni az egyetemeket, az autópályákat, a hulladékgazdálkodást. A kormányzás nem azt jelenti, hogy a saját apámat, vejemet, ipamat, apamat, három papja, hat kapanya, hogyan van ez, és az egész pereputyot teszem gazdaggá, mondjuk például az Európai Uniós forrásokból, mint ahogy azt Orbán csinálja. A kormányzás nem azt jelenti, hogy fogom magam, és az ország jelentős részét, azt nem tájékoztatom, nem mondom el nekik az igazságot, hanem megpróbálom becsapni. A kormányzás nem azt jelenti, hogy az ország jelentős részét hülyének nézem, és néha már olyan idiótaságokat mondok a közszolgálati tévébe, hogy az ember már el se hiszi, hogy Jancsiból Juliskát, Juliskából meg Jancsit fognak operálni az óvodában. És ez ma Magyarország legnagyobb problémája, és még folytathatnám a sort. Nem ezt jelenti a kormányzás. A kormányzás azt jelenti, hogy a közös dolgainkat elkezdjük jól csinálni. És mik a közös dolgaink? Például az egészségügy. Például az oktatás. Például a szociális helyzet, például a nyugdíjak, például a munkabérek, például az, hogy a gyerekeink itthon maradjanak, vagy hazajöjjenek, aki már elment. Ezt hívják kormányzásnak. Ennyi lesz a dolgunk, hogy elkezdünk újra azzal foglalkozni, amivel foglalkozni kell. Közülük is a legfontosabb a megélhetés, amiről egy kérdésre válaszolva beszélt bővebben. Itt van egy óriási különbség Orbán és közöttem. Na jó, nem egy. De ez egy nagyon komoly gondolkodásbeli különbség. Orbán úgy gondolja, hogy attól lesz ez az ország versenyképes és gazdag, hogy olcsó
és kiszolgáltatott munkaerővel, gyenge forinttal, majd jó sok céget ide lehet hívni, és akkor pörög az export, nő a GDP, de a világ nem erre megy. Könyörgöm, valaki szóljon már neki, hogy a 21. században vagyunk. Valaki szóljon már neki, hogy merre megy a világ. Szóljanak már neki, hogy azok az országok gazdagodnak szerte a világon, Európában is, ahol pontosan tudják, hogy a legnagyobb érték, amit legjobban meg kell fizetni, az az ember. Azok az országok gazdagok, ahol az emberek versenyképesek, tette hozzá. Mitől lesz egy ember versenyképes? Attól, ha egészséges, attól, hogyha tudja, hogy mit kell csinálni, tehát jó az oktatása, és attól, ha kiegyensúlyozott, ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy nem kötik gúzsba az ilyen egzisztenciális szorongások, hogy a hónap végén miből élek meg. Úgyhogy a rabszolgatörvényt kidobjuk a kukába. Azt mondta, az utolsó csepp a pohárban Orbán Európa ellenessége, hiszen még a fideszes szavazók 70%-a is Európa párti. Magyarország számára nincs élete az Európai Unión kívül, szögezte le. Úgyhogy én erre készülök, hölgyeim és uraim, és ehhez kérem az önök felhatalmazását is. Hogy kormányozzunk a szó legnemesebb értelemében, azzal foglalkozzunk, ami egy miniszterelnök és egy kormány dolga, hogy mindezt úgy tegyük, hogy kőkeményen leszámolunk a NER rendszerével, és visszavezetjük Magyarországot abba a demokráciába, amiben mindannyian álmodtunk 30 évvel ezelőtt, és hogy végre igazságot szolgáltassunk, hogy abba maradjon ennek az országnak a kettészakítása, hogy vége legyen ennek a brutális kivagyi urizálásnak a jachtokon, magárepülőgépeken, kastélyokban, 60 pusztán, nem tudom én hány százezer forintos cipők, milliós órák világának, akkor, amikor a hétköznapokban pedig ott van az, aki 28.500 forintot kap egy hónapban, vagy az a pedagógus, aki ledolgozott 50 évet, és 76.000 forint a nyugdíja, ez épp egy dombóvári pedagógus volt. És ott vannak azok a rokkant nyugdíjasok, akiktől elvették a járadékot, ott vannak azok a katonák, azok a rendőrök, akiktől elvették a szolgálati járadékot, és sorolhatnám. Ebben az országban végre igazságot is kell tenni. Felvetette, hogy az emberek aggódva kérdezik tőle, mindent bebetonozott kétharmaddal a Fidesz, mit tud az ellenzék csinálni? Szeretnék mindenkit megnyugtatni, leszámolni velük, lebontani a kétharmadot. Egy pillanatig nem fog megremegni a kezem. Mindaz, amit az elmúlt 12 évben ezekkel az kétharmados törvényekkel, vagy az alaptörvényel csináltak, az alkotmányellenes. Mert maga az alaptörvény is tartalmazza azt, hogy aki kizárólagos hatalom birtoklására törekszik, az alkotmányellenes. De hogyha többségünk van a parlamentben, és a választási kampányban erre fogunk felhatalmazást kérni, és erre adjanak felhatalmazást, ha többségünk van a parlamentben, akkor kíméletlenül le fogunk számolni az Orbán rendszerével. Kérdésekre válaszolva egyebek között megemlítette, hogy a földek 80%-a az oligarchák kezébe került, ahogy a Balatonpart, a kastélyok és más állami vagyonok is. Ezeket vissza kell venni, jelentette ki határozottan. Az elvett magánnyugdíjvagyon, a Questor, a devizahitel és a trafik károsultaknak pedig igazságot kell szolgáltatni, szögezte le Dobrev Klára. Ezzel a rendszerrel le kell számolnunk. És azért elsősorban, hogy utána bársonyként tudjunk végre normálisan a legfontosabb dolgokkal foglalkozni.